Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézők! Egy kis lépés az ember, de egy nagy lépés az emberiség számára. Ez a mondat 1969-ben hangzott el a Holdra lépéskor. És hát kérem, ne vegyék nagy zolásnak, de most azt mondom, egy kis lépés a magyar foci, és egy nagy lépés a Ferencváros számára. Mert szoknunk kell még őszintén szólva, hogy Bajnokok Ligája mérkőzés van, és nem úgy közvetítjük, hogy két számunkra idegen csapat játszik, még ha mindig voltak is kedvenceink, hanem úgy, hogy magyar csapat van a Bajnokok Ligájában. Az arcokat nézve kiderül már az összeállítás, Szűcs, aki visszajött a harmadik kerülettől, Lisztes Krisztián, Hatusi van a csapatban, Vince Otto, különleges taktikai szerepkörben, Kopunovics, és hát láttuk a többieket is. Sajnos Kuntics nincs a csapatban, nem tudta vállalni a játékot, és így nem áll a Novák Dezső rendelkezésére. Tehát Hajdú, Simon Telek, Milovanovics, Szűcs, Nyilas, Vince Otto, Lisztes, Fatucsi, Kopunovics, Zavadszky a Ferencváros összeállítása. Zuberbühler, Fogel, Vega, Gren, Tüler, Lombardo, Koller, Gergely, Geiger, Jakin, Mannyien és Komiszetti a másik oldalon a névsor, és most az arcokat is megnézhetjük. Nagyon fiatal csapat a Grasshopper, 23-szoros bajnok, 17-szeres kupagyőztes, majdnem annyi, mint a Ferencváros, a zöldfehérek 25-szörös bajnokok, 18-szoros kupagyőztesek, és ha azt írta egy zürichi újság, hogy a Grasshopper 109 éves történetében ez a legfontosabb mérkőzés, akkor ezt átültethetjük magyarra egy az egyben. Itt a taktikai hadrend. Komiszetti beállítása volt kérdéses. Ő lőtte egyébként a továbbjutást jelentő gólt a Maccabi Tel Aviv ellen idegenben. René Pedersen a játékvezető, Hogstad és Ólanda két segítőtársa, valamennyien norvégok. Szóval mind a svájci, mind a magyar együttes először a Bajnokok Ligájában, és mind a két csapat abban bízik, hogy jól mutatkozik majd be. A Ferencváros 22 bekmérkőzést játszott eddig, 10 győzelem, 4 döntetlen, 8 vereség, 42-38. A Grasshopper 28 meccs, 7 győzelem, 7 döntetlen, 14 vereség, 45-49. A zürichiek magyar csapat ellen 84-85-ben játszottak, a Honvédot 3-1-re verték, majd 2-1-re kikaptak. A Ferencváros 82-83-ban játszott svájci ellenféllel, az FC Zürichel 1-1 és 0-1, és kiestünk. Egy napja szakad az eső Svájcban, iszonyatosan mély lesz majd a pálya. Erre jó lesz vigyázni Kopunovics, Simon, rögzítőkötéssel a kezén, de föltétlenül itt akart lenni a meccsen. Nyilas, fájós térdel mondható el róla ugyanaz. Tüler tette hátra a labdát. Lisztes, röviden, és nagy birkózásban volt Komiszettivel, szabadrúgás. Komiszetti, Lisztes ugrik elé. Szöglet. Óriási párharcokra lehet számítani. Nagyon sokan jöttek Budapestről, ott vannak a Ferencváros kapuja mögött, és hallatják is a hangjukat. Állítólag 6000-en jöttek el, külön dicséret érte. Az első szöglet a második percben. Kis szöglet. És Simon vágja ki a kapu előteréből. Egészen hátulról indított Geiger, a 107-szeres svájci válogatott, aki játszott a Szentetienben is. Zavadszky, aki nagyon gólerős volt az utóbbi időben, Tüler éri utol. Egy-egy lépés nyomán víz fakad a talajból. Lisztes, Fatusi mutatja magát középen. Kopunovics, ő is lőtt fontos gólt az Anderlecht ellen Budapesten. Nyilas, rántják a kezénél fogva, de Pedersen szerencsére észreveszi. Simon és Kopunovics. Simon.
Patusi felé, nem tudja rendesen levenni, Fogel a labdával. 18 esztendős és már is válogatott a svájci labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége, a jobb hátvéd. Manyen. Les. Vagy kivitte. 92 óta játszik a Grasshoppersnél. 6000 svájci frank, ennyi jár a döntetlenért, 12000 svájci frank a győzelemért a Grasshoppers játékosainak. Többet szerettek volna, de a játékos tanács nem tudta kiharcolni. Egyébként az UEFA-tól ezért a mérkőzésért döntetlennél 450000 svájci frankot kapnak a csapatok, aki győz 900000-et, mindez természetesen a 2 milliós beszálló tőke mellé. Telek nagyszerű formában játszott az Anderlecht elleni mindkét mérkőzésen. Vega fejelte vissza a labdát. Veszélyes! Komiszetti teljesen tisztán. Szerencsére cselez egyet. Jól van. Gyűjtszerelt. Akit talán egy kicsit könnyelműen engedtek el a harmadik kerülethez, és kapták most vissza. Nincs lesz, gyerünk! Patusi! Passzú neki! Vince Otto is föltűnik a másik oldalon, Patusi még. Jól megy el az alapvonal felé, és ez szöglet a javunkra. No, mind a két csapatnak volt már helyzete, minden esetre úgy fogjon föl a Grasshoppers helyzetét, hogy ebből majd tanulnak a mieik. 5. perc 0-0-nál. Sorrendben 5-ször nyert a bajnokságban, a Grasshoppers nagy formában vannak, két meccsel kevesebbet játszottak, de így is másodikok. Koller fejelte ki a labdát. A Ferencváros bajnoki teljesítményét ismerjük, közel sem ennyire jó. Simon. Patusi elcsúszik. És elég kényelmesen áll föl. Gren, svéd játékos. Már nem számít idegen légiósnak. 85 óta játszik itt Svájcban. Szépen hozzák most föl a labdát. Fogel van elől. Simon. Telek. Az első számú ember, akinek kiüsította a támadást, mint oly sokszor. Nagyon nagy hátrány a Ferencvárosnak, hogy rengeteg sérült van. Rutka, Pálink, Albert, Keller, Kuznyertov, Kecskés, Tüler. Váltás Komiszettivel. Telek. Patusi. Jó lenne egy picit megtartani, és lehet indítani. Zavadszky nyargal, nem adják haza. Stuber Güllernek. A Ferencvároson csak az elszántság segíthet, alaposan fölforgatott a gárda, külön kár, hogy a klub egyik legfontosabb mérkőzésére ilyen tartalékosan kell kiállni. Gren. Fogel szívesen jön előre, erre jó lesz vigyázni. Manyen. Lelassult a támadás, így van időnk zárni a lyukakat a védelemben. Fogel, Lisztes fejeli el. Zavadszky. Két ember közé a labda, Tüler viszi vissza. Telek megint. Nagyszerű helyezkedéssel és jól is indít, Nyilas. Szabadrúgás a Ferencváros javára, 7. perc. Hogy mekkora volt az érdeklődés Svájcban a mérkőzés iránt, arra csak egy példa, már a legutóbbi bajnoki találkozóra 350 újságíró kérte az akkreditálását. Annyian voltak kíváncsiak a főpróbára. Jakin teszi keresztbe a labdát. A neve nem svájci, de ő már itt született és svájci állampolgár. Vince Otto rosszul fejeli vissza. Jó lesz vigyázni. Középre visszafejelni nem szabad a labdát. Komiszetti azonnal lőtt.
Fatusi. Vince teszi előre. Egyelőre Vega behátrál. Ramon Vega spanyol, legalábbis a familiája. 60 kilométerre Madridtól él a család többsége, így aztán örült, hogy összekerült a Grasshoppers a Real Madriddal. Geiger. Megint Fogel jön előre. Vince Otto sarkán pattan, meg a labda is rossz a beadás. Hát átéltünk néhány meleg pillanatot ezen a hűvös Zürichi estén a Hartum stadionban. Minden esetre a Ferencváros szemmel láthatóan nagyon elszántan, nagyon fegyelmezetten küzd. Az eső szakad, mint látható. Tegnap a Lugano mérkőzésen az Inter ellen a végén alig lehetett a pályát látni, annyira szakadt, esett az eső. Tüler 5 évig a St. Gallenben játszott, mielőtt 3 éve ide jött volna. Nem kell kapkodni. Nyugodtan le lehet venni, mutatja is Simon Vincének. Vedd, lejátszuk, megtartsuk meg. Koller a májusi sérülése óta legutóbb a St. Gallen elleni mérkőzésen játszott először a Grasshoppersben. Telek lefejelik, de nincs belőle gond, a labda leül. Itt látható a vendégek, illetve hát a házigazdák szakvezetője Christian Gross, 41 esztendős, a Lozánban és a Xamaxban játszott, aztán a Bohumban úgy jött haza és kezdett edzősködni. Nagyon töprengett, hogy egy csatár és 5 középpályás legyene, vagy 2 csatár és 4-4-2. Végül is Manyen személyében csak egy igazi csatár van, és 5 középpályás. Lombardo vette le a labdát, de már nem az övé. Vince Otto jól mozog keresztbe. Visszazár időközben a Ferencváros, 10. perc, 0-0-nál Geiger, Koller, és megint csak Fogel. Látom azért, Fatusit már figyelmeztették, hogyha Fogel jön, jöjjön vele. Szép szerelés volt. Milovanovic. Simon. Ahol baj van, ott kell föltűnnie középen. Nem kell embert fognia. Lombardo teszi hátra a labdát, Geiger, és megint csak Fogel, nagyon sokat van játékban a svájci jobbszárny. Ez az, be lehet csúszni, ha már vizes a fű, lehet élni ezzel a fegyverrel. Geiger. Még tovább Zavadzki. Gren. Komisetti. Tüler. Ügyes volt a cselnyilas, szenzációsan tartotta meg a labdát. Lisztes mellette. Úgy van, finom volt. Ez is jó. Ügyesen hozza ki a Ferencváros a labdát. Lisztes, gyerünk Krisztián, ott a helyzetben, középen is van ember. Így de kár ezért a cselért. Marad a 0-0. Megkönnyebbültek ám, mint a svájciak körülöttem a lelátón. Telek. Keményen meglövi a labdát és kapja aztán vissza. Neki nem nagyon szabad előre mennie. Már fordítja is vissza Gren a labdát. 29-szer volt egyébként svéd válogatott. Jakin. Murat Jakin. A Concordia Baseltől került a Grasshoppershez. 12 perce tart a mérkőzés a Bajnokok Ligájában, és megint csak jól esik kimondani magyar résztvevővel. Geiger. Simon már ott is van vele szemben. Megint középre fejeljük vissza a labdát. Telek. Fatusi. Már nem tudta elérni a vonal előtt.
hiányoznak egyébként a Grasshopperből is. Szübiát, Zsasa, a lengyel játékos, Gemperle, Vega. Nem lehet elérni ezen a talajon. Minden esetre arra fölhívták a ferencvárosi játékosok figyelmét. Itt Gyarmati Doktort látjuk. Majd csak egyszer megtalálják Novák Dezsőt is. Hogy magasak, erőteljesek, jól fejelnek. Muha József pályaedző, Bodnár Gyúrót szopja látszik be. Szóval jól fejelnek a svájciak. Itt van Novák Dezső. Ez kemény belépő volt. Vince Ottót nyugtatja, Pedersen játékvezető. Grasshopper szabadrúgás tehát. Telek. És már Lisztes hozhatja el a labdát. Elcsúszik! Vega lába alatt csúszott el a labda. Stuber Bühler. Geiger. És ahogy elmondták azt, hogy jól fejelnek a svájciak, kapott a Ferencváros olyan tanácsokat is, hogy bizony a védelmük sebezhető. Ezt láttuk most Vega megmozdulásánál. Gren. Tüler. Nyilas rossz irányba mozdult le. Önfeláldozó jégkorongos mentés, belevetődve a lövésbe. Zavacki. Csak nyugodtan, bátran lehet játszani. Úgy van. Nyilas mindig megtalálható, mindig megjátható. Simon jön előre. Így is van. Amíg nálunk a labda, addig nem lehet baj. Lisztes könnyedén veszi el. Geiger. Lombardo húzódik ki oldalra. Vince Otto ér még hozzá. És Telek. A legbiztosabb pont a magyar csapatban. Ráadásul Lisztes kap egy sárgát is. Pont a bíró orra előtt, és Pedersen most úgy gondolta, hogy példát kell statuálnia. Kopunovicsnak, Teleknek, Simonnak volt eddig sárgalapja a Ferencvárosból. Túl az első negyed órán. Koller legurítja csak. Hajdúé lehet még. Kiejti! Most az övé! Simon. Zavacki most már itt látható. Hajdú megmozdulása. Ezen a talajon nagyon-nagyon vigyázni kell. Simon közben egy távoli lövéssel próbálkozik. Geiger, Holler, telibe találja Lisztes, le lehet venni, úgy van. Tüler. Egyre közelebb a kapuhoz, megint a fejesek, ez Hajdúé. Nincs a jól fejelő Kuznyetov. Sárgalapok miatt hiányzik, és nincs már, de hát más okokból. A tavaly még a Ferencvárosban játszó, ugyancsak kitűnően fejelő Szekeres. Említettem, hogy Szűcs elengedését, a harmadik kerületet én magam nem tartottam különösen szerencsésebbnek. Ugyanez a megállapításom Szekeresre nézve is. Tehát ezt csak zárójelben mondtam, most szigorúan magunk között. Lisztes. Telek, Simon.
Krisztes, bátrabban Krisztián egy kicsit. Simon, úgy van. Simon azt mondta már hetekkel ezelőtt, amikor megsérült, nem létezik, hogy itt ne játszak a Ferencváros első bajnokok ligája mérkőzésén. Zavadskit lökték el, de ezen nem szabad csodálkozni, és főleg nem szabad megállni semmilyen helyzetben sem. Itt mondom, csak az akaraterő, az elszántság segíthet egy ilyen tartalékos csapaton, ezzel egyébként eddig nincs is baj. Grant nyilas ér a labdához. Lisztes, Simon, nyilas. Nyilas hihetetlenül hasznosan játszik a csapat szempontjából. Simon, így van, akár hátra is lehet tenni, csak ne húzzuk magunkra az ellenfelet. Vince Otto. Megint üres beadja el, úgyhogy esélye sincs Ferencvárosinak. Kint van, kiviszi, Vince nem tud vele illeszkedni a Ferencvárosba. Nem tudom, mi lehet az oka, kisebbségi érzés vagy mi, de sem a bajnokságban, sem itt nem játszik jól. Most is az ő helyére kell kimenni Teleknek, segíteni, és ott sétál a 16-os sarkánál, ahelyett, hogy visszaigyekezne. Most tetszenek látni mozdulva a képe. Ez viszont luxus, Otto. 20. perc. Az ötössel egy magasság van a szabadrúgás. A jó fejesek miatt veszélyes. Majdnem mindenki a 16-oson belül, iszonyatos a csúcsforgalom. Fatusi szerezheti meg a labdát, és előre jöttek most a zürichiek. Úgy van, egy akadály legyőzve, indítani kéne már. Lesz előnyszabály. A játékvezető mutatja, hogy észlelte. Fogel. Lombardo. És Lisztes. Ő nyeri az elbetűsök csatáját. Húsz csapata van a Grasshoppersnek, ebből 15 utánpótlás gárda. És ha valamire büszkék a svájciak, akkor arra, hogy különösebben nagy igazolás nélkül itt a Fradi B közép bejutottak a bajnokok ligájába a 16 közé. Vega. Teleké lehet. Egy kis kiszorítós, Simon most itt tűnik föl. Simon a pálya minden szegletében föltűnik, láttuk az imént a szögletzászlónál is. Remélem végigbírja majd. Gren jön előre. Koller a csapatkapitány, Telek érkezik már is. Egyből középre, gyere Hajdú! Komiszeszi hagyta ki a helyzetet. És itt most szerencsénk volt, ez az igazság, de hát kicsörődik most ezzel. Már szögletet is elvégezték a svájciak, Hajdú a gólból arról ment. Mi volt ott bent a 16-oson, sőt az 5-ösön belül? Most meg kéne szerezni a labdát, fejes, kapufa! Egy perc alatt 300%-os svájci helyzet. Egyet tetszettek látni, aztán ez már a kapufára fejelt labda. Szóval a Hajdú egyszer későn mozdult az elsőnél, és így aztán szerencséje volt, hogy belerúgta a második berobbanó svájci játékos. Hajdú. Zavadski szabálytalankodott, nem hiszem, hogy ennyire súlyos lett volna. A szabadrúgás jogos, ez kétség nem fér.
23. perc 0-0-nál. Na-na, ez nem kell. Hatusi. Simon következett mindjárt, de inkább hátra teszi a labdát Jakit. Geiger. Koller. Jó volt Zavadskit. Lisztes van most elől és Kopunovics. Lisztes indul meg. Most kéne egy olyan passz, mint Tovamin. Zuberbühler, akinek nem volt védeni valója még eddig. Komoly. Lisztes. Kopunovics háta mögé sajnos. Gren. Tüder. Az elején a svájci jobb oldal volt többet játékban, most a bal oldalon pörög a labda. Nem fog kimenni, elakad a vízbe. Hátulról szerelés és törlesztettek Ilassal szemben. Az UEFA előírása szerint az ilyen hátulról szerelés tisztelt játékvezető sportár. Sárga lap. Ha már Lisztes kapott. Simon. Zavadski. Próbálja tartani. Simon. Rajta aztán elakadnak a svájciak, jóval kezdtek. Nyilas. Simon. Tester fedezi a labdát és szabálytalankodnak vele szemben. 25. perc, 0-0-ás állás, egy példamutatóan küzdő Ferencváros. Graham, Tüler, és csak halka jegyzem meg, a szerencsével sem hadilábon álló Ferencváros. Vega. Geiger. Graham. Tüler, Komisetti vissza. Kopunovics zár át a másik oldalra. Geiger. Jó, köszönjük. Játszhat egy kicsit a ferencvárosi B közép is. A svájciak egyébként nagyon büszkék mostanában a labdarúgásra. A Ferencvárosi B közép nem adja vissza a labdát. Egyrészt mert a svájci válogatott, ugye, mint tudjuk, a mi csoportunkból ott lesz jövőre az angliai Európa-bajnokságon. Másrészt itt van a Grászok persze a bajnokok ligájában, az UEFA kupában a Xamax és a Lugano, és a kekben a Sion. És a Xamax az AS Róma, Lugano az Inter ellen tegnap nagyon jól helyt állt. A Sion holnap játszik az AEK Athén ellen. Geiger engedi el a labdát. Gren. Komisetti. Már is vissza megint a Ferencváros. Fatusi szinte bekket játszik, mint láthattuk, onnan fejelte ki a labdát. Koller, les. Egyelőre a tegnap és mai kupa mérkőzések nagy vesztese a német labdarúgás, Novák Dezső megint a képen. A Freiburg, a Kaiserslautern, a Bayern München sorra kikaptak. Az olasz csapatok nagyszerűen játszanak, viszont Telek, és egyelőre jól játszik a Ferencváros is. Egészen pontosan ez a tartalékos csapat erejét megfeszítve becsülettel küzd. Ha egy picit többet tudnám tartani a labdát, az azért jó lenne. Koller! Fejes, Hajdú! Milovanovićot fejelték most le.
jön befelé a labda, és Jakin előnyösebb helyzetben van. Nem jó kísérteni a sorsot. Sok helyzete van a Grasshoppersnek. Zuberbühler. Szép volt a visszafejelt labda. Szűcs Misi volt az. Füller. Komiszetti. Nem vitte ki sajnos. Szűcs. Sárga lapot kap ő is. 29. perc. Azért elég egy irányba szigorú a játékvezető. Grasshopper szabadrúgás. Hajdú vigyázni. Ki kell majd jönni ezekre a labdákra, mert egyszer valaki nagyon el fogja találni. Nem szabad csak abban bízni, hogy nem fejelnek jól, majd mindig eléri valaki. Fatusi szerezheti meg a labdát. Kopunovics. Egy ember elfekszik előtte, gyönyörűen viszi tovább, de hát győz a túlerő. 30. perc 0-0-nál. Sikerült megállítani a támadást. Egy-két embertől, mint Fatusi is például, még nagyobb küzdőkedvet, elszántságot várok, bevallom. Szűcs. Egyből ki oldalra. Tüllert remekül vették észre. Úgy van, és Levendi. Remek. Szép, gyerünk Ottó, bátran. Ez is jó. Nyilas megpróbál kilépni. Menjünk vissza, ne vitatkozzunk a kézem. Nem lehet föllazulni egy pillanatra sem. Fatusi jön, így aztán Telek talán visszamehet. Mert már akart jönni keresztezni. Simon. Lisztes. Fatusi oldalt. Gren volt szabálytalan. Egy elég erőteljes föltartás. Sárga. A fügyből tetszenek hallani, hogy ez most nem a svájciak szíve szerint volt, pedig a kilépő játékost egyrészt lökték, másrészt Gren nagyon szigorúan elütötte. A svájciaknál Tülernek, Jakinnak és Komiszettinek van sárga lapja. Egy kis lélegzethez jutunk ezzel. 0-0-ás állásnál továbbra is. Nyilas. Hát, ha rá tudja lőni, ott kereste a rést. Simon. Zavadszki mellett elmegy. Lombardo teszi ki. Manyen. Szűcs mellett nem sok sót evett meg eddig, most sem. Fogelig jut a labda. Gren. Immár sárga laposan. Jócskán mellé. Lombardo indul vissza, olasz. Egyébként, de már ő sem számít idegennek, tehát honosított. A Belin zónától jött, 92 óta játszik a Grasshoppersben. Hajdú Attila. Ellenfélhez, ez viszont Teleké lehet. Megpróbálja semleges helyre kifejelni Fatusi. Most gond lehet. Így már nem. Jó labda levétel, Zavadszki. És cselezett a saját 16-os előtt. Szabadrúgás kifelé.
néha hajmeresztő könnyelműségek, eláll az ember lélegzete. Azonnal Manyen már fordult volna, ment volna. Hajdú. Még lehet belőle valami. Jó becsúszás, Mats Gren. Újabb sárga lap a svájciaknak, jól van. És ez már piros. Gren kiállítja a bíró. 2 perc alatt tette össze a svéd a lapját. Egy halvány remény a Ferencvárosnak, hogy most már nem lesznek olyan nagy rohamok. És jelentem a játékvezetőnek, minden meg van bocsájtva. Lehet, hogy én voltam vele nagyon szigorú. Minden esetre következetes. Nyilas. Lisztes, hosszabb. 10 emberrel azért nem lesz olyan könnyű előre menni, rohanni. A védelem oszlopa esett ki a Grasshoppersnél. Na. Talán kiegyenlítettebb lesz a játék. Nem kell a füttyel törődni, játszani kell. Legyen ideges a svájci közönség, a Grasshoppers és a svájci játékosok. Lám-lám ezek a hűvös svájciak. Ki hitte volna, hogy így tudnak fújolni és fütyülni. Nyilas. Szűcs. Telek. 35. perc. Simon. Kutatják a svájciakat, Lisztes tovább. Ez most nem volt jó. Vogel. Minden esetre több mint 1 percig meg tudtuk tartani a labdát, és ez nem volt kis dolog. Vigyázni persze, nehogy csak azért is bizonyításba kezdjen a Grasshopper. Vince szerel, Telek. Patusi kéri a labdát. Ő viszont nagyon sokszor nem tudja megtartani. Telek. Komiszetti nem teketóriázott. Christian Gross. Vega. Geiger. Szűcs mellett tovább fejelik. Nyilas azonban elérheti. Ott van Telek, aki segít. Telek mindenhol ott van, ahol segíteni kell. Koponovic. Jakin teszi keresztbe a labdát. Vince Otto vissza, Milovanovic. Patusi le tudja venni, de mindig elcsúszik. Nem bír megállni a lábám. Tüler. Rövid lett. Simon Lisztestől kapja a labdát. Hé, hé, hé! Átgyalogol Simonon Komiszetti. Nincs könnyű dolga a játékvezetőnek. A svájciak átbillentek egy határon. Most foggal, körömmel bizonyítani akarnak, és ez durvaság. Hát kérem szépen, tessék nézni. Egy mezrángatás, egy belerúgás, és aztán átgyalogol még Simonon ez a fiú. Hát mi kéne még egy sárga lapért? És aztán még meg is sértődik, hogy szabad rúgást kaptunk. 38. perc.
Telek. Kopunovic. Rángatják a mezénél fogva. Megpróbálják fölrúgni, megütik. Hihetetlen. Mintha nem is svájci csapatot látnék. Csak ne vegyük fel a kesztyűt. Ez a lényeg. Ne hagyjuk magunkat kibillenteni. Itt van Ni. Már elvégeztük a szabadrúgást közben. Kopunovic levágódik. Megpróbál szerelni. Vince Otto. Nem, bocsánat, Milovanovic. Nyilas. A lábát féltette, és ezért nem érte el a labdát. Tüler tapossa meg. Hihetetlen. Hihetetlen. ...39. perc, valami iszonyatos csata a Harturm stadionban, Zürichben, a Bajnokok Ligájában, az első felvonásban. Foggal körömmel mind a két csapat. Szücs el tudta rúgni, de ellenfélhez került. Jakin. Fantasztikus párharcok, hihetetlenül kemény összecsapások, és az indulatok nagyon magasra csaptak. Jól jön a biztatás. Lett. Minden esetre a Ferencváros ezzel kapott egy kis esélyt, hogy az ellenfélből kiállítottak. Okosan, higgadtan játszva. Ennek a tartalékos csapatnak is most már van lehetősége egy nagyon tisztes, figyelemre méltó eredmény elérésére. Huber Bühler tette előre. Telek már ott van. És még csak nem is szöglet. Telek teljesítménye kifogástalan. Szükség is van rá, persze, hadd tegyem hozzá. Koller adja vissza a labdát, és már Simon van ott. Most ő rángatott egy kis messz. Ismételten nem szépen kérjük szólóulamot, ne tűnjük már azonban. Patusiról megy ki a labda. A második rászoppert szöglet, és megint a fejesek. Patusi, úgy van, most ezt kellett tenni. Geiger, azonnal vissza, ott két svájci játékos is van, de köztük kibújt Vince Otto. Patusi lök. Nem történt semmi, mutatja a partjelző. Segítve a játékvezetőnek, ha ápolni akarják, menjen ki. Svájci szabadrúgás. Hajdú! Biztos, úgy van. Nem tudta, hogy mi van előtte, mögötte, mellette. A harmadik grasshopper szöglet. 43. perc, és nem lenne baj, ha vége lenne a félidőnek. Hajdú. Ez biztosan az övé.
Vince előtt megy el a labda, de ez nem az ő hibája volt. Gren egyébként azt mondta, hogy a pályafutás a csúcsa, a Bajnokok Ligájában való szereplés, hát nem tartott neki túlzottan sokáig. Milovanovic tette előre a labdát. Vince Otto feje lehet, illetve pont ellenfélhez. Telek, jól van. Vince Otto és Fatusi kilóg ebből a csapatból, valljuk meg. Sajnálom, de hát ez az igazság. Telek és Simon, ne Telek dobja! Neki bent kéne maradni középen. Fatusi. Újból a Ferencváros dobhat. Milovanovic. Ellopják a lábáról, annyit vár ki. Szűcs mellett, de már szerelték. Manyen szerencsére Telek. Le kell adni, úgy van. Ez volt a jó. Zavadski féltette a lábát. Nem lehet, itt nem lehet. Kopunovic dühöng is miatta. Nyilas, Telek, 45. perc, 0-0-ás állás. Nagyon kemény perceket élt át a Ferencváros a félidő derekán. Aztán a 31. perc után Green kiállítás, ó, de beleszállt a Nyilasba. Manyen, Holler, Geiger, miénk már a labda, jó. Fatusi. Ott van Lisztes is, ketten kéri középen, nem volt jó. Komiszetti, Szűcs jön most ki rá. És Szűcs szerel, Nyilas pedig már hozza el a labdát. Kopunovic, neki is óriási szíve van. Nagyon küzd, nagyon hajt. Milovanovic, rúgd el, úgy van. Letelt a 45 perc. A Bajnokok Ligáján egyelőre a Ferencváros becsülettel küzdve csak dicséretet érdemel. Tüler. Úgy van. Nyilas. És nincs tovább. Hát kérem szépen, több a jó, sőt lényegesen több a jó, mint a rossz. Hagyjuk a játékvezetőt. A lényeg a Ferencváros 0-0-ra áll Zürichben a Grasshoppers ellen, és egy higgadt, okos, nyugodt játékkal csak kibírjuk majd valahogy a második félidőt. Pihenjünk egyet valamennyien.